Szóval ezen a héten retrohetet tartunk, remélem nagyon fog nektek tetszeni. Minden egyes nap lesz videó egészen vasárnapig. Szóval Dezső Bence mémek szokásos módon, úgy ahogy a tavaly előtti évben utoljára azt hiszem a Dezső Bence mémek hetet csináltam, megkértelek titeket, hogy a Facebook oldalamon küldjetek mémeket rólam. És ahogy megszoktuk, a zseniálisabbnál zseniálisabb képeket kaptam. Amikor már nincs kivel szelfizni. Azt a mindenit! Én aztán fiatal voltam annó! Hát igen, velem is mind nagyon sok emberre megesett, hogy annó fiatal voltam. Meg hát vékonyabb egy picivel, ezt azért valljuk be. És ott van mellettem egy seprű, a kis szalmakalapom, ami ikonikusan mindig ott volt abban az időszakban a fejemen. És próbálok vele szelfizni. Tehát vagy én nem tudom, nem is emlékszem, amit próbálok vele csinálni. A régi szobám, ahol elkezdtem videózni még annó 5 éve, 4 éve, valami ilyesmi. Azok voltak aztán a szép idők. Következő képen egy robbanást látok, két tigrist a háttérben, és magamat elől. Akárhogy nézem, ez a legepikusabb kép, csak nem tudom mire vélni. Tehát... Mémnek nem feltétlen mondhatnám ezt a képet, de valami elképesztően menően néz ki. Vártam már a következő képet, természetesen biztos voltam benne, hogy találok legalább egy olyan képet a kommentekben, ahol be vagyok szívva, ugye pont kapóra jött, hogy pont egy hete kb. Elmeséltem nektek azt, hogy a rendőrök meglátogattak minket még annó tavalyi év végén, és kerestek nálunk drogot. Hogyha nem láttatok volna ezt a videót, akkor ott meg fog jelenni, és kattintsatok rá, nézzétek meg. De hogy ez a mém, ez... És úgy van photoshopolva, azt nézd, hogy pont a fogamhoz befogom a cigarettát. Van az arcomon egy tetoválás. És a szememen egy olyan szemüveg, amilyet még életemben nem láttam, háttérbe az egyik ajtómon vélem felfedezni Tony Montanát, és Snoop Dogg ott van mellettem. És nem elhanyagolható az, hogy a háttérben ott van egy marihuánának tűnő gazvirágbokor. Ezt így hívják, gazvirágbokor. A következő képen a Dezső Bence te a fog engem a reklámfotón. Atyavilág! Én nem feltétlen kértelek arra, hogy minél pihentebb képeket küldjetek, de sikerült. Nagyon jó. Ez tényleg kreatív, és a Dezső Bence tea fog engem is, és reklámoz engem. Vegyetek Dezső Bencét az Oxónál. Mármint nem a teát, hanem engem. Amikor elveszik a jogsit, és te nem bírod ki vezetés nélkül. Igen, ezt a labdát kötelezően valakinek le kellett csapni, hogy nekem jelenleg nincsen jogosítványom, és tudjuk, hogy mennyire szeretek vezetni, és körülbelül még 50 napom van hátra, valami ilyesmi, hogyha jól tudom, hogy visszakapjam a jogosítványomat. Tipikusan ugye én vagyok a képen, de amúgy is én vagyok ez, aki így ezt eljátsza kétszer egy nap, fél órában, mint hogyha vezetne. Nagyon egyszerű, füldugod, berakod, vagy éppen fülhallgató zenét is hallgathatsz, csak annyi, hogy a külvilág zajait zárjuk ki, becsukod a szemedet is. Próbálsz vezetni. Múltkor felmentem a Citadellára. 15 perc alatt. Brumce! Rá a Brumira, az eltűnt medvémre, ráfotoshoppolták a fejemet. És ebből lett a Brumiből és a Bencéből a Brumce. Elképesztőek vagytok. Amikor meghallottad, hogy kijött a Dezső Bence tea. Run! Egyébként nagyon örülök, hogy ennyi ötöknek tetszik a Dezső Bence tea, és hogy posztoljátok folyamatosan Instagramra. Aki észrevette észre, akinek meg nem, az annak mondanám, hogy minden egyes képet, amin ott a tea is be vagyok jelölve, azt szoktam lájkolni, és néha még kommentelek is. És tényleg köszönöm azokat a dicsérő szavakat, amiket szoktam kapni. Következő kép! Amikor nincsenek barátaid, és inkább egy virággal beszélget. Ja Istenem! Hallod ezt? Halljátok ezt, srácok? Nagyon komoly, mi? Ja. Ott van George a kezemben. Az a régi virágom a stúdióban meghalt 2 hónap alatt, mert nem locsolt, de a videókban fontos szerepet játszott. George a virág. Oh no, 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 no. What a ghost! Ezeket a képeket szeretem, az ilyen kreatív képeket csinálom a Dezső Bence mémeket, ami még engem is meglep egyébként, és tudom, hogy vicces még nektek is. Hú, hát ez egyszer elképesztő. Hol szállok le azzal a szőnyeggel? Ferihegy? Repülőtér? Amikor ráállsz a mérlegre, ebéd után. Velem mostanában szokott ilyen lenni, hogy amikor otthon vagyok Erdélyben. Itt nincs mérleg, nem véletlen. Ne is lássam. Nem állok rá. De ez a tipikus tényleg, tehát ez a... Eszel, jól bezabálsz, rász a mérlegre, és nem hiszed el, amit látsz, és kicsérteted a mérleget, és az újra persze már nem állsz rá, nehogy véletlen igaza legyen. Vagánynak érzed magad is, megállíthatatlannak, de a végén mégiscsak megcsúsztál. Egyébként ennek a videónak a forgatás elég fájdalmas volt, mert nem egyszer estem rá egyébként a szánkóról, csak nem mindegyik volt bevágva. Kus! Amikor anyukát felöltözted az iskolai bárra.
annyira szomorú a fejem. Ez azt se tudom melyik videóban van egyébként. Tehát azért jobban ismeritek a videóimat, mint én. De az a pizzajánz az még most is itt van egyébként mellettem, a földre le van rakva. És ennyi lett ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így van, nyomjatok egy lájkot, és akkor is, hogyha szeretnétek következő Dezső Bence mémek részt, ugyanis már nagyon régen volt, mert ez egy régi sorozatban volt ugye kiszedve, mert retro hét van, akkor ugyan nyomjatok egy lájkot, és jelezzétek ezzel nekem. És hogyha összegyűlik annyi lájk, hogy látom, hogy van értelme, akkor csinálok nektek következő részt a Dezső Bence mémekből. És meg annyit el szeretném mondani, hogyha nem láttátok volna az ezelőtti videómat, ahol az érettségis időszakomról beszéltünk, tessék oda klikkelni házi feladat, meg fog itt jelenni, vagy a leírásban, vagy az outroban, nézzétek meg azt is most azonnal. Kóstoljátok meg a Dezső Bence teát, hogyha még nem tettétek volna meg, minden egyes Oxxo üzletben kapható, a Westernben 2 darab Oxxo üzlet is van, fekete a teának a színe, különleges színe van, és benne van a szeretetem. Humor, szépség, jóság, de plutónium professzor véletlen belekevert egy titkos izét, véletlen, valami ilyesmi, nem? Nem tudom mit. Megszülettek a pindurpandúrok. Nem. De. Megszülettek a pindurpandúrok. Na ez nem az, ez Dezső Bence tél. Ennyit hoz a videó, Dezső Bence vagyok, és találkozunk a következő videóban holnap. Sziasztok!